Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma a pedagógusi hivatásról fogunk beszélgetni valakivel, aki ezt a hivatást választotta magának, és a Munkácsi Mihály Általános Iskola igazgatójaként mindent megtesz azért, hogy azok a gyerkőcök, akik szeretnének fejlődni, odafigyelni, azok a szülők, akik figyelnek a gyermekeikre, jól érezzék magukat az iskolában, és minél többet tanuljanak mindannyiunk érdekében. Vendégem tehát Tóth Péter, a Munkácsi Mihály Általános Iskola igazgatója. Szervusz! Köszönöm szépen a meghívást! Kezdjük az elején talán. Mindenkinek más a története, ugyanis nagyon sok pedagógussal beszélgettem már, hogy miért választotta ezt a hivatást, a tanárpályát, és miért azt a szakirányt. És ehhez azért egy kicsit vissza kell mennünk az általános és középiskolai korra, arra az időszakra, hiszen az lévén meghatározza azt gondolom, hogy nem csak az ember személyiségét, de a pályaválasztását is. Igen. Az igazság az, hogy nagyon sokan villámgyorsan tudnak erre válaszolni. Én meg csak így az évek távlatából rakom össze, hogy hogy is történhetett az, hogy én itt kötöttem össze, vagy itt kötöttem ki, és azért a sumázat mindig az, hogy hát szükségszerű volt, hogy itt kössek ki, és valóban én mondjuk egészen az általános iskoláig tudnék visszanyúlni, és folyamatosan ebből nyerem az energiákat, hiszen az én időmben még én úgymond olyan rossz gyereknek számítottam, csibésznek számítottam. Egy dologhoz nagyon értettem már kezdetektől fogva, a rajzoláshoz, legalábbis nagyon szerettem. Ez azt jelentette, és ezt el is szoktam mondani társaságban, illetve szakmai összejöveteleken is, hogy én nagyon szerettem, vonzódtam a tankönyvekhez, nekem egyedi tankönyveim is voltak, mert kipingáltam őket annak rendje módja szerint. Ez azt jelentette, hogy még annó a felnőttek, pedagógusok felé én egy csibész voltam, addig gyakorlatilag a saját közösségembe egy ilyen alkalmi sztár, hát aki tudott rajzolni, vagy a mai napig aki tud rajzolni, nagy respektje van, tehát azért az egy nagyon jó dolog, én azt gondolom, hogy annak is, aki csinálja, meg aki kap egy ilyen fecnit valami rajzzal megtöltve, és az a kettőség ez végig követett engem. Tényleg nagyon sok konfliktusom volt abból, hogy állandóan rajzolok. Nyilván a matematika órák esetében még többet rajzoltam, mint egy magyar óra során, és hát ezért ugye egy vicces fordulat is bekövetkezett az életembe, hogy ennek egyszer is mindenkor a véget vessünk, úgy döntöttem, hogy akkor most majd akkor színjátszással fogok foglalkozni. Kiváló pedagógus tanárom volt Molnár Erika néni, akivel aztán tényleg úgymond a mennyekbe repültünk, de valahogy mindig visszajutottam a rajzoláshoz, valahogy mindig visszajutottam ahhoz, hogy a kerámiához, az agyakhoz hozzányúljak, hogy valamit alkossak fizikailag is. Olyannyira, hogy bár tervek között volt és készültem is a színművészeti főiskolára is, meg aztán ugye a tanárképzőre is történelmi népművelés szakot jelöltem meg egyébként annak idején, de hát mégis a történelmi népművelés szaknál a felkészülési időszakomat nagyjából azt töltötték, hogy Bíró Lajos szobrászművész szakkörére jártam, úgyhogy ennek megfelelően kudarcra is volt ítélve ez a fajta továbbtanulás, úgyhogy egy egész évet aztán a későbbiekben arra szántam, hogy hát rajzoljak, de mellett ugye dolgoztam is, tehát egy év középiskolai kihagyás után, de hát a munkám is olyan volt, hogy közösségbe kellett járjak, gyerekekkel kellett foglalkozzak, egy művelődési házban dolgoztam egy éven keresztül, ami aztán később ugye színház is lett. Ott aztán beleszagoltam abba, hogy rengeteg olyan gyerek vesz körül minket, akik ugyanolyan lelkesedéssel rajzolnak, vagy éppen teljesen nem érdekli az, ami engem érdekel. És ezekben a táborokban, ezeken a foglalkozásokon tökéletesen együtt tudtunk működni. Tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy találkoztam olyan gyerekekkel, amilyen én voltam, a velük való foglalkozás hihetetlen siker volt számomra. Ez kicsit úgy hangzik, mint a sodrottál volna igen, arra igen, a tanítás felé, holott ez nem egészen így nem van. Volt, így van. Nagyon így is megvolt annak az alapja, az a tudatosság, ami aztán végül is erre a pályára vitt. Igen, igen. Ezt így utólag így már én is így látom, de akkor ez abszolút nem így működött. Úgyhogy egy gyors huszárvágással úgy döntöttem, hogy akkor egy tanítóképző főiskola lesz, amit én megpróbálok. És hát gyakorlatilag így keveredtem el Szekszárdra, ahol gyakorlatilag először ugye a tanítóképzőt végeztem el, mint rajzspeckolos, majd a későbbiekben ugye a Kaposvári Főiskolán ugye a tanárképző szakot fejeztem be.
Hogy kezdtél el tanítani? Hiszen nyilván, akiben némi tehetség szorult és rajzolt, mert én azt mondom, egyetértek azzal, hogy én mindig csodáltam azokat az osztálytársaimat, akik egy jól sikerült, kedves karikatúrával megörvendeztettek bennünket. Annál kedvesebb dolog nagyon kevés van. Elmondani az kicsit más, a szó elszáll, ugye ezt tartják. Igen. És azért az igaz, hogy amikor a főiskolás éveid teltek, akkor tudtad-e, hogy hogyan kell majd tanítani? Hiszen ha valaki tudja, attól még tanítani, az teljesen más dolog. Nem, igazából nem. És még mindig az az időszak volt, amikor igazából nem is mélyedtem én el ebbe ilyen tudatosan. Tehát ez már gyakorlatilag egy választott út volt, de akkor volt a második fokozat, hogy azon belül sodródtam. És ugye azt is el szoktam mondani, hogy az is benne volt még azért úgymond a pakliba, hogy nem biztos, hogy attól függetlenül, hogy én ezt elvégzem, én valóban itt fogok ám kikötni. Nagyon sok minden érdekelt, nagyon sok mindennel foglalkoztam. De az biztos, hogy a gyakorló iskolába, a Gébert Imre féle csoportba kerültem, és most direkt említettem a mentortanáromnak a nevét. Ott azért az utolsó egy évben azért megalapozódott az, hogy hát ha eddig nem is tudtam, hogy elmegyek-e tanítani, az biztos, hogy először azért tanítani fogok, aztán hogy megint utána meglátom, hogy fogok-e utána további jobban tanítani. Tehát ez ilyen nagyon lépcsőzetesen alakult ki fokról fokra. És aztán ennek hatására, hogy Imre ilyen kiváló, lelkesítő, pedagógiai munkát végzett velünk, mert ugye nem csak én imádtam őt a csoportból, gyakorlatilag valóban, ahogy Fehérvárra kerültem, én rögtön tanítóként helyezkedtem el. Ennek most már 25. éve. Tanító a legszebb szavak egyike. Én azt hiszem, hogy mindent kifejez, hiszen a gyermekeket, a szülőket, a nagyszülőket köti össze teljes egészében, és egy olyan személyiségfejlesztésen kell, hogy átessen a gyermek, hogy talán a legfontosabb és szép. Tanítónak lenni mit jelentett számodra? Hát tanítónak első körben, amivel szembesültem, az önmegvalósítás volt. Tehát egy, ha lehet azt mondani, nagyon csúnya önmegvalósítás volt, tehát még mindig nem azzal foglalkoztam, hogy a gyerek hogy érzi magát, hanem azzal, hogy én hogy érzem magam, és én nagyon jól éreztem magam. Nyilván a kezdeti nehézségek, tehát azért nagyon sok mindent kell megtanulni a gyakorlatban, a való életben, tényleg egy általános iskolában, egy többségi iskolában. De hát kiváló kollégáim voltak, most sorolhatnám mindegyik őjüket, de ugye a teljesség igény nélkül ezt nem szeretném megtenni. Az biztos, hogy ott világlott ki számomra először, hogy itt gyakorlatilag integrálódott az, hogy itt rajzolhatok. Ott világosodott ki, hogy itt színészkedhetek. A pedagógus pálya az maga a színészkedés. Tehát ott kedvemre bohóckodhatok. Jó értelemben, igen, természetesen. Igen. A kedvenc megjegyzés, ugye egy ebédlőben egy teljesen szívből jövő és jó szándékú megjegyzés, ugye egy kisgyerek annak idején, azt sose felejtem, azt mondta, hogy Péter bácsi, te olyan nevetséges vagy. Számomra ez volt az egyik legkedvesebb mondat, bár aki ezt kívülálló hallotta, félreérthette erősen. Én tudom, hogy nyilván azt jelentette, hogy vicces vagyok, ezt szerette volna maga kis szájával tudtam lehozni, de ez számomra a legnagyobb dicséret volt abban a pillanatban, és azóta is hát, szoktam ezzel. Igen, hát az iskola, én azt mondom, hogy bölcső, és nem mindegy, hogy ki ringatja. Aki megtanulta ringatni idejekorán, az azt hiszem, hogy jó tanár lett. Jó tanár lettél? Nem tudom, nem lehettünk elég. Az, hogy kedvelnek a diákjaid, azt én tudom. Nem tudom. Igazából én azt gondolom, hogy folyamatos, nekünk folyamatosan lelkiismert fordulásunk van. Én azt gondolom, és ismerve a kollégáimat, tehát egyszerűen sokszor érezzük úgy, hogy nem lehetünk elég jók, amikor gyerekekről van szó. Egy nagyon-nagyon érdekes videóbejátszást láttunk az interneten, amiből én egy dolgot jegyeztem meg, ugye azon túl, hogy ugye annyit mondott a fiatalember, hogy ugye a pedagógusnak is annyit kell keresni, mint egy orvosnak, mert ugye az orvos meggyógyítja a szívét, viszont a pedagógus meg megérinti a szívét, és megbetegítheti, vagy ő is meg tudja gyógyítani, nyilván máshogy, és azt gondolom, hogy innentől kezdve érvényes az, hogy amikor én azt gondoltam, hogy önző módon én megvalósítok az iskolában, akkor rájöttem, hogy ezért nekem nem kell, hogy lelkiismert fordulásom legyen, mert ha én jól érzem magam, akkor valószínű, hogy a gyerek is jól érzi magát. Tehát ha hiteles tudok lenni abban, amit szeretek, akkor talán könnyebb a gyereknek is, és azért többet tudok adni, de az, hogy én
mindig és mindent jól csinálok, tehát ez egy folyamatos vívódás. Én azt gondolom, hogy aki azt állítja magáról, az vagy lelkesíti magát, motiválni szeretné, vagy nem mond igazat. Milyen céljaid voltak, amikor elkezdted a pályát? Hát a lényeg ugye az, hogy ugye fiatalon kikerülve ugye az iskolából, az egy hatalmas eufória volt, rengeteg információ. Ugye ehhez hozzátartozik az, hogy már másodjára változtattam lakhelyet, tehát igazából engem annyi inger ért, hogy én gyakorlatilag ezen a szakaszon, ezen a 91-92-es időszakban is szintén sodródtam. Nekem igazából el kellett telni egy jó 5-6 évnek, mire azt mondtam, hogy igen, most már biztos, hogy ezt fogom csinálni, hogy ezt szeretném csinálni. Tehát az otthonod is lett az iskola idővel? Egyrészt igen, másrészt ugye Fehérvár teljesen új környezet volt, tehát én egyszerre kerültem bele abba a szituációba, amiben még ugye a főiskolai, középiskolai időszakba ugye sodródtam és belekerültem, és fel kellett dolgozni ezt az egész új helyzetet. Ezzel együtt egy nagyon pörgős, egy nagyon gyors időszak volt, de a mai napig jó szívvel gondolok rá, vissza az összes vívódásommal és az összes kétségemmel. Mit vártál Fehérvártól? Mit vártál attól az új közegtől, amiben belecsöppentél? Hiszen azért nagyon is jól tudjuk, hogy bármennyire is kiművelt emberfővel rendelkezik valaki, egy új közegben egyrészt bizonyítania kell önmagának, bizonyítania kell a családjának, tehát felépítenie önmagát, ahogy tetszik. Igazából nem Fehérvár felé voltak elvárásaim, hanem magam felé, hogy be tudjak illeszkedni. Nagy feladatnak tartottam, tekintettel arra, hogy ugye én mondjuk Máté Szalkai születésű vagyok, én Máté Szalkán születtem egy kisvárosba, és az első főiskolám is Szekszárd, tehát egy kisváros volt. Azért léptékeiben Fehérvár már egy nagyobb ugrás volt, egy tele pezsgő kulturális élettel, kiállításokkal, amire kezdettől fogva volt igényem Szekszárdon is, ugye, mint az Átkot Kontakt Művészeti Egyesület tagjaként is. Én lubickoltam ebben, én azért is mondtam, hogy ez egy nagyon jó fajta sodródás volt, tehát én éltem akkor az életemet, és csináltam azt, amit akkor hozott a sors. Hogy a Munkácsiba kerültem, az is gyakorlatilag adta magát, mert én még azon szerencsés pedagógusok egyiket vagyok, hogy akiket megkeresnek. Hallották, hogy itt van a városban, és hogy nem szeretne esetleg itt tanítani. És nekem volt választási lehetőségem, és úgy döntöttem, hogy akkor ez a Munkácsi. Mit kaptál a Munkácsitól? A Munkácsi egy különleges iskola mindenféle értelemben. Nem csak a képzőművészeti és a művészet oktatásokán, hanem úgy általában. Ott van a város szívében, egy teljesen különleges környezetben, és egy olyan múlttal rendelkezik, ahova rang volt járni. Igen, én úgy éreztem, hogy oda rang bekeveredni is, és rang volt, hogy ott én állást kaptam. Amit én kaptam, az első körben maga a pályám. Tehát én rengeteg szakmai segítséget kaptam. Egy nagyon fegyelmezett, de egy nagyon összezáró, egymás segítő, mentoráló közösségbe kerültem. Mai napig is ez a célom, és ez a célunk vezető kollégáimmal, hogy a pályakezdő fiataloknak ezt a hagyományt, ezt megőrizve, ezt biztosítsuk. Rengeteg megerősítést kaptam, és rengeteg emberséget. És az a fajta elkötelezettség, az a fajta munkafegyelem, és az a fajta nyitottság, ami már akkor jellemző volt az iskolára, illetve akkor pont egy fordulópontot élt az iskola, az a mai napig jellemző a pedagógus társakra. Tehát az alapvetés a Munkácsiban mindig az önkifejező készség és képesség, a kreativitás és a fejlődni akarás. Tehát nem elég csak vágyni valamire, hanem azt el is kell érni, célul kell kitűzni és elérni. Igen. Azt hiszem, hogy ez egy jó tanuló lecke volt. Melyik volt ez a pillanat a Munkácsiban, amikor azt mondtad, hogy rendben van, most szeretnék még egy lépcsőfokot lépni? Hát igazából folyamatosan ez működött bennem az első pár év után, és akkor mondjuk ki ez az első pár év, tehát ez az első három év. Gyakorlatilag még fiatal házasként is voltak bizonytalan pontjaim, de azt gondolom, hogy mire elvégeztem a szekszárdi tanítóképző főiskolát, szám szerint a három évet, addigra ugyanilyen három évben elvégeztem a Munkácsi tanítóképző főiskolát is.
És ahogy annak idején kaptunk egy diplomát, ott ugye már nem kaptam az első 3 év után, viszont az a fajta megnyugvás az már megvolt a munkámban. Az a fajta első három tanulói a munkácsival, amikor azt mondtam, hogy itt fogok maradni, én ezt nagyon szeretem csinálni. Tehát a pozitív megerősítés az megtörtént. A pozitív megerősítés megtörtént. A kollégáid hogy tudtak segíteni ebben? Hiszen egy új kollégát mindig árus szemekkel, árus tekintetek kísérik, figyelik. Hát először is ugye a szakmai segítség. Ez konkrét pedagógiai gyakorlat, neveléstudomány. Ugye hogy működik ez a gyakorlatban? Ugye mi a tanítóképzőben azért egy kis létszámú osztályba jártunk be gyakorlatra, válogatott gyerekek közé, tehát amikor azért bekerültünk oda először fiatalon, azért megremegett a lábunk rendesen. A másik pedig, de és a legfontosabb szerintem az a segítőkészség, az emberség, amit én annak idén kaptam, és amire törekszünk, hogy a mai napig megkapjanak a fiatal pályakezdő kollégáim is. Ugye a Munkácsi művészeti szempontból is iránymutató Székesfehérváron. Mit jelent ez a gyakorlatban az iránymutatás, hiszen rövidesen eljutunk 2010-ig, hiszen akkor már sokkal komolyabb felelősséggel kell, hogy bírj igazgatóként. Vagy inkább akkor beszéljünk először erről. 2010, amikor pályáztál, akkor ez egy tudatos döntés volt, hogy tudod már annyira az egész iskola struktúráját, működését, hogy nem csak szaktanárként, hanem első számú vezetőként is megáll a helyed. 2010. Ugye 2010-ig már folyamatos innovációk következtében már azért a vizuális képzés már egy kicsit kinőtte magát. Ugye minket rajzos iskolaként ismernek, ami egy kitüntető cím, de az már a kezdeti lépések után kiderült, hogy ez a művészeti nevelésnek ez egy fontos része, de inkább az iskola a művészettel nevelés felé kezd elköteleződni. Tehát 2010-re már ez teljesen kiforta magát. Ez azt jelenti, hogy ugyanolyan jelentőséggel bírt a hangszeres zene tanítása, az ének zene tanítása, a néptánc tanítása, az, hogy elsőként kapcsolódtunk be a Városmúzeumainak múzeumpedagógiai programjaiba, kerestük, illetve fogadtuk jó szívvel aktívan ugye a civil szervezetek megkeresését, kulturális, művészeti, akár muzeológiai kérdésekben vagy témakörben. Tehát kezdtünk egy kicsit komplexebben gondolkodni. Nagyobb súlya lett a színházbérleteknek, a filharmónia bérleteknek, mint valamikor is. Tehát kezdtük összerakni a mozaikokat, hogy gyakorlatilag maga a vizuális nevelés egy része annak a pedagógiai szemléletnek, ami mellett elkötelezte magát a 90-es évek elején a váltáskor az intézmény. Mikor lett ebből egy teljes egységes egész? Én azt gondolom, hogy mert ma már az, ezt tudjuk. Én mikor már az intézmény élére kerülhettem, akkor ez már az volt. Akkor ez már egy teljesen egész, az addigi munka már nagyon szépen integrálódott, és már gyakorlatilag meg is fogalmazódott, hogy ez így néz ki, és ez a mi útunk. Ott már az volt a kérdés, hogy nem állunk meg, és mi az az irány, és hogyan fogjuk ezt továbbvinni, és milyen további lehetőségeink vannak. Igen, hiszen nincs olyan pont, hogy ne lenne tovább. Így van. Tehát gyakorlatilag ugye az egyik állomás, után jön a következő állomás, és ugye 2010-ben ez volt az a pont, amit meg kellett határoznunk. Tehát a vizuális nevelésnél tartottunk, ez rendkívül fontos, de ott van az örökös ökoiskola rang, így van. Tehetségpont, és sorolhatnám, de még maradjunk a vizuális nevelésnél, mert hogy ugye a fotó is ott van. A fotó, a művészeti képzések. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy számtalan kiállításon jártam nálatok. Rendkívüli tehetségek bontogatják szárnyaikat a Munkácsiban. Hogy lehet őket úgy gondozni, hogy az hiteles legyen? Tehát, hogy ne szálljanak el, de azért az értékeiket minden nap elismerjük megfelelő módon, hiszen a következő lépcsőt fogják majd a mi segítségünkkel meglépni. Az alkotói légkör az gondolom, ami garancia erre, illetve az, hogy tehát folyamatosan olyan új impulzusok érik nálunk a gyerekeket, és a kínálati oldalon is ezt próbáljuk folyamatosan fejleszteni, ami kizárja azt, hogy elégedetten hátradőljön. A következő feladat, a következő szintet mindig látják a gyerekek, tehát pedagógiailag talán ez az egyik legfontosabb dolgunk, mert a személyiségformálás ugye komolyan veszélybe kerülhet, gondolom, hogy a célzás inkább erre irányult.
Tehát abban a pillanatban, ahogy egy technikát mondjuk a fényképezésen belül elsajátít, abban a pillanatban már a következő fokozatot tudja a kollega megnyitni számára, hogy jó, most ezt tudod, akkor most foglalkoztatunk a következővel, vagy hogyha egy kicsit gyorsabban akar menni, akkor jön a pedagógus, és azt mondja, egy kicsit nézzük még meg, tehát idáig még van egy-két dolog, amit meg kellene néznünk. A következő egy hónap erről fog szólni, vagy a következő két hónap erről fog szólni. Ott már van egyfajta motiváltság is, hogy hoppá, tehát én mondtam, hogy kicsit előre néztem, akkor viszont kezdjük el az alapokat. Tehát gyakorlatilag az a lényeg, hogy a pedagógusnak is legyen annyi szakmai tudása, és legyen annyi pedagógiai tartalom, plusz tartalom a batyujába, hogy folyamatosan tudja tanítani, folyamatosan tudja nevelni a diákot, és nem azt mondom, hogy hát én már ehhez nem tudok mit hozzátenni, te nagyon ügyes vagy. Tehát amikor azt mondtuk, hogy a Munkácsi nem átlagos iskola, és nem általános az az elv, amit képviselnek, ugye akkor Idestova most már több mint 15 esztendő bebizonyosodott, hogy van hova fejlődni, és lehet is. Ugye a vizuális képzésnél tartottunk, de azért essék szó a tehetségpontról. Ez egy olyan elképzelés az oktatási szaktárca részéről, ami azt hiszem, hogy példaértékű, és azon iskolák, ez egy személyes tapasztalatom, akik ebben részt vesznek, az nem csak önmagukat segítik, hanem a szülőket, a gyermekeket, azt így általánosan. Így van. Na, ez már egy nagyon komplex történet. Gyakorlatilag ezek a pedagógiai innovációk, ezek folyamatosan csatlakoztak be a nagyiskolai elképzelésekbe. A tehetséggondozás az érdekes módon nem úgy indult, mint ahogy ma, illetve a szakértők megfogalmazták, hanem nekünk volt egy sajátos elképzelésünk. Persze aztán mások is foglalkoztak ezzel, és más intézményekben is megfogalmazódott ez, de első körben mi ugye arra tettük le tehetséggondozásként a hitünket, hogy napi szinten tudjunk sikerélményeket adni a gyerekek számára, és ez most nem a zongora, a hegedű, a rajzolás és hasonló területekről szólt, hanem a mindennapok sikereiben, illetve az, hogy mik azok a civil tudások. A gyerekek jönnek valahonnan, ők hoznak valamit, ide jönnek hozzánk, itt mi adunk nekik valamit, de lehet, hogy az nincs beszélő viszonyban azzal, amit ő otthonról hoz, ami neki plusz civil tudása van. Ezért kellett nekünk nyitni kollégáknak a szülők és a gyerekek felé, hogy mi az, amit nem tudunk a gyerekekről, mi az, ami itt a napi munka során esetleg háttérbe szorulhat, vagy nehogy Isten elő se jön. Mivel foglalkoznak otthon a gyerekek? Mit sportol, hogy sportol, mi a hobbija? És akkor most arra is gondolok, ugye, hogy esetleg a család, csak mondok egy általános példát, repülőmodelleznek. Hát ez egy hihetetlen pedagógiai zicsel számunkra, hogyha ilyen információkat megtudunk a gyerekekről, és ezeket az információkat nem csak bulvár szintjén, nem csak a kíváncsiság szintjén kérdezzük meg, hanem megnézzük, hogy hogyan lehet hasznosítani, hogyan lehet ezen a vonalon, ebben a közösségben a XY gyereket megerősíteni, mert lehet, hogy pont matekból meg magyarból, tehát se humán, se rá érdeklődése nincs olyan szinten, hogy a többiekkel együtt tudna menni, viszont van olyan érdeklődés és van olyan tudás, ami viszont a többieket motiválja, érdekessé, sikeressé teszi. Bevált ez a törekvés? Én azt gondolom, hogy igen. Ez egy hosszú folyamat. Először a szülők egy része nem nagyon tudott ezzel mit kezdeni, hogyan kapcsolódik ez ide, de aztán amikor rájöttek, hogy úgy tud hazamenni a gyerek, hogy most engem azért most jól megveregettek, vállon veregettek, mert hogy én micsoda origami kollekciót tudtam bevinni az iskolába. Ez is szintén egy életszerű példa, de tényleg ezek a legegyszerűbb példák az értetőség kedvéért. Sőt, mi több felajánlották, és jövő héttől vagy két hét múlva lehet egy saját kiállításom is, hogy ez a Miben Király program volt, ami a kamaszok gátlásossága miatt azért némi motivációt azért igényel, de a lehetőség a felület, hogy meg tudjon mutatkozni olyan területen is, ami gyakorlatilag az iskolában nem feltétlenül kell, hogy kiugorjon, azért az azt gondolom, hogy nagyon fontos. Nagyon fontos a motiváció is. Ugyanakkor a visszajelzésekről kérdezlek, a megerősítésről. A szülő-gyermek pedagógus kapcsolat az alapvetés. A szülő-pedagógus, a szülő-gyermek és a gyermek-pedagógus. Ez a triumvirátus nem veszhet el, sőt, nagyon is komolyan kell venni, hiszen ahogy elmondtad, hogy próbáltok utána járni, hogy milyen az otthoni körülmények, mi vezetik a gyermeket tetteiben, cselekedeteiben, akkor ez fontos. Hol tartotok ebben a kérdéskörben? Nagyon-nagyon fontos. Ezek az interakciók viszik előre az iskolát. Szoktam mondani, hogy az iskola nem épület. Én azt gondolom, hogy
családlátogatás intézményét továbbiakra is, továbbiakban is nagyon fontosnak tartjuk. Nem csak azért, ami miatt ugye általában azt gondolják, hogy annak idején régen kitalálták 40 évvel ezelőtt, hogy menjünk el családot látogatni, hanem azért, bár még az egyik szülői közösség furcsája és nehezen nyílik meg, addig a többiek számára ez egy olyan megmutatkozási lehetőség, amit például szülőként sem, szülőként az iskolában soha nem tudna megmutatni a szülő. Egyrészt, tehát nálunk ez továbbra is működik. A másik pedig azt minden alkalommal, amikor csak lehetséges, én elmondom, hogy a szülők nélkül nem tudunk dolgozni. A pedagógusok már napi szinten gyakorolják szükség esetén azt, hogy a szülőt hogyan tudják elérni, hogyan tudják megkeresni. Nincs olyan szülő értekezlet osztályfőnöki óra, ahol ne hangsúlyoznánk azt, hogy ez egy közös munka. Tehát a szülő felelőssége, a szülő segítsége nem ér azzal véget, hogy reggel a gyerek kiszáll a kocsiból, vagy a gyerek eljön otthonról az iskolába, és a miénk sem ér véget onnantól kezdve, hogy elment az iskolából. Tehát ez gyakorlatilag, ez mint egy házasság, tehát ez hosszú-hosszú évekre köttetik, minimum szoktam mondani 8 évre, de ugye 6 és 8 osztályos iskola esetén esetleg rövidebb időre, de ezt az időtartamot csak közösen tudjuk véghez vinni. Ez azt jelenti, hogy nálunk megvan a rendszere, hogy milyen, mik azok az esetek, amikor rendszeresen felvesszük a szülővel a kapcsolatot. Ebben az esetben a szülő is tisztában van vele, de ezt mind közös megegyezés és mind közös beleegyezés alapján tesszük. Tehát meglepetéseket, váratlan helyzeteket nem szeretnénk generálni a szülők részére sem, és elvárjuk, hogy a szülők is ezt fordítva megtegyék. De gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy hát a cél ugye az egy baráti munkakapcsolat, de ha azt mondom, hogy egy jó ízű, korrekt munkakapcsolat működik, akkor az már azt gondolom, hogy siker. Tehát én mindenkit buzdítok, nincs olyan évnyitó. Még egyszer mondom, ez az egyik mantrám, ha lehet így mondani, hogy keressük egymást, jelezzünk, adjunk információt. Egy pedagógus egy apró pici információval is nagyon sokat tud a gyerek életén könnyíteni, hogyha a szülő megnyílik, hogyha megbízik bennünk. Ehhez viszont a szülők bizalmát ki kell érdemelni. Első körben megkapjuk ezt a bizalmat, amikor ugye hozzánk szerződnek le, csúnya kifejezéssel érve ránk bízzák a gyerekeket, csak utána motiválni kell őket, hogy itt nem dőlhetnek hátra, tehát szükségünk van rájuk. Kellő motiváció, ugye idei esztendőben ünneplő 50. születésnapját az intézmény, hát a következő 50 évre készülni kell mindenképpen, de azért essék néhány szó arról, hogy miként ünnepeltek. Egyfajta visszatekintés, de a visszatekintésből sem a klasszikus, hanem megint csak összegeztünk, és megnéztük, hogy mi az, amink van, és hogy ezekre a dolgokra, erre az alapra mi az, amit az elkövetkezendő 5-10-15 évben rá tudunk építeni. Tehát ez a tovább lépésnek az egyik alapvető fontossága, hogy akkor megnézzük, hogy mivel gazdálkodhatunk. Hát eléggé sok mindennel szembesültünk, jó értelemben véve, de mégiscsak azt tudtuk mondani, hogy nagyon sikeres a környezetvédelmi programunk, nagyon sikeres az a szociális háló, amit a mentorprogramunkba, a tehetségprogramunkba beépítünk, nagyon-nagyon sikeres a művészettel nevelés, de ugyanakkor elkezdtünk az előző években egy kicsit nyitni mondjuk például az idegen nyelvek felé. Van tapasztalatunk a tagozatossággal, ez a csúnya kifejezésre, hogy tagozatos iskola. De el kell mondani, hogy megfogalmaztuk magunk számára, hogy jó és rossz oldala is van egy tagozatosságnak. Sok gyerek bekerül egy tagozatba, valószínű, hogy nem mindenki odavaló. Lehet, hogy ő váltana, idővel változunk, egy tagozat kötöttségekkel jár. Évekkel ezelőtt megfogalmazódott, de még nem deklaráltuk azt, hogy inkább alternatívákat kellene nyújtani a gyerekeknek, többféle lehetőséget, választási lehetőséget, és az elmúlt években e felé indultunk el. Jó, van tagozatunk, rajztagozat, van környezeti nevelési programunk, kiváló egészségnevelési programunk van, de nézzük meg, hogy mi az, ami felé nyithatunk. Hogy az idegen nyelv volt az első, ami egy komoly alternatíva a munkács is gyerekek és szülők felé. A 3 év bevezető szakasz után ugye plusz 2 órát adunk órarend szerint azoknak a gyerekeknek és szülőknek, hogy ne kelljen külön órára fizetősre menni, ami azt jelenti, hogy heti 5 órában tanulhatják. Ugye a bevezető szakasz után láttuk azt, hogy az érdeklődés és a siker nagy és jól működik, úgyhogy az 50 éves jubileum alkalmából ezt már 4.-től 8. osztályig kiterjesztettük, tehát most már minden idegen nyelvet tanuló év folyamon működik ez. De azt is láttuk, hogy nyitni kell a természettudományok felé.
nyitni kell az informatika, a számítástechnika felé, mert komoly igény van rá. A sport is foglalkoztat minket, és nagyon-nagyon szeretjük a sportot is, de ott egyszerűen van egy fizikai lehetősége az iskolának, vagy ahogy szoktam viccesen mondani, egy fizikai lehetetlensége. Tehát nem ez az első számú, amiben mi például jók vagyunk, ezt el szoktuk mondani, messze vagyunk egy jó sportos iskolától. De hát ott van ugye a szellemi tők, amivel továbbra is nagyon jól kell gazdálkodjunk, és ez az informatika az idejében, amiben egy jó nagyot léptünk az élmény informatikai programba. Robotika, 3D nyomtatás, kódolás, Scratch program és társai. Határa csillagoség. Nos, én azt kívánom, hogy a felsoroltak egyébként a következő fél évszázadra is elegendő feladatot adnak, azt hiszem a pedagógus karnak és a szülőknek, gyermekeknek nem különben. Ehhez kívánok én erőt, egészséget, azt hiszem, hogy lesz dolgotok bőven, és hát köszönjük, azt gondolom én, hogy jó munkácsisnak lenni, és akkor jó munkácsis szülőnek lenni, és jó fehérvári polgárnak lenni, ahol ilyen iskolák vannak. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, Tóth Péter, a Munkácsi Mihály Általános Iskola idén 50 esztendős intézmény igazgatója volt a vendégem. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!